Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Csárli vagyok. Aki ma velem van... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. Alias Fifika. Alias... Most mindent elmondhatsz. Alias, oda-vissza, stb. Fifika. Mert hogy a harmadik tagunk hiánylistán van. Kokom listás lett, mújó. Igen, de, de annyi Annyi fontos információ van a jövő hét miatt, amit majd hamarosan közlünk, hogy semmiképp nem akartunk adást kihagyni, úgyhogy megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok. És még azt hittem, hogy Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy megfogyva bár, de törve nem, még mindig ég a -e kozán. <laughs> Nem, én klasszikusokat csak pontosan merek idézni. Nem vagyok akkora <gül> sztár, <gül> hogy átfaragjam a rímeket. Egyébként semmi olyan, hogy is mondják ezt, a nagy dolog nincs mújó hiányzása mögött. Egyszerűen. Tényleg mindenkinek annyi dolga van, hogy úgy tudtuk most összeegyeztetni ezt a podcast hogy ketten vagyunk. Holnap Charlie Te dolgozó, estig utána se jó, csütörtök, péntek, és már itt van a hétvége, és ugye mint tudjuk, hétfőn esemény, esemény, esemény. Úgyhogy azt gondoltuk, minél hamarabb ki tudunk jönni ezzel a podcast annál nyugodtabban tudunk készülni a hétvégén a hétfői esemény dömpingre. De előtte azért beszélgessünk kicsit, hogy mi történt a héten, na, történt, mert... Na, mi történt velünk a héten? Összeszaladtunk, a Király utcában volt az évzáró <laughs> gőzlérkedés párti vidéki parasz gyerekként, hogy, szóljak már egy pár szót erről, hogy Király utca. Tehát, akinek ez az eszébe jutott, hogy ez az utca uh, Király. Uh, 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 Ahonnan 40 percig jöttünk kifelé. Érted? Mert mindenki öcsém keresztbe kasul. Hát miért? Persze, mert ott van a, ott van a Gosdúdvar, meg ott van az anyám kínja, meg tudod ezzel a Tíz személyes, ez a sörös autó, bicikli, tudod, amit tekernek tizen. Az is bazd meg, bekanyarodva Iszonyú. oda. Iszonyú. O... Mindenki a pofámba világított. Érted? Úristen, ember jobbról, ember balról, jobbról -balró kocsi, kerékbilincs, zsiráv, zebra, á, borzalom. A parkolni az, az képtelenség volt. <laughs> hát én a parkolóházba mentem, és <laughs> úgy, úgy értem oda, hogy 7 óra 9 fontosak ezek az időpontok. Aztán 10 órakor eldöntöttem, hogy ah, oh, most már menni kéne, Boris, lépjünk. Jó, menjünk. És ö, elindultunk, ránézek az órámra, már mikor megyek lefele a rámpán, 10 óra 8. Úgy mondom, szaladás. Spuri le, és abba a pillanatban, hogy beálltam volna fizetni, odaáll a ember. Na mondom, jó van gyerekek, ezt elvesztettük. Itt marad az autó zálogba. Ö, nem, nem, csak így így, mondom Boris mennyi pénz van nálad. Ö, van, jó, oké, okay. odállok, és mondja a gyerek, hogy 1500. Hát mondom, ránéztem az órára, 10 óra 10 mondom, fasz a gyerek, vagy hogy egy percért lehúztad még azt a még fél órát, azt mondja, jön az úriember mód figyeld, Jó, legyen 1004. <laughs> Ó mondom, rohadjál meg, tartsd meg az apró te mocskos állat. Úgyhogy 1400 forintba fájt az a, az a három óra. És Boris innen is üzenem, hogy küld már el, légy szíves a számlaszámodat, hogy át tudjam utalni. És, és akkor rendezve lesz a, a d-hátralék. Nem szeretek parkoló társaságoknak tartozni. És Boris egy ilyennek és az embere. Borisnak meg végképp nem. Hát, az... hát egy orosznak. nem ne vicceljünk. Képzeld el, hogy mi úgy parkoltunk, hogy jöttünk, 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 hát ugye sehol egy kurva üres hely, és mondja az egyik gőzlértársam, aki nem volt, hogy oda be nyugodtan abba a kapuba. De mondom, baszki, ott egy sorompó nem érdekes, és be, befordulok. Állunk ott a kocsi, mondom, csak kiszáll, megkérdezi, hogy mit tudom én, hogy lehet, hogy csak kinyílik a sorompó, azt mondja, be az a mi helyünk, és akkor kiderült, hogy ő lift szerelő. És ebbe a, a házba, ez egy valami irodaház volt, ebbe a házba járnak karban tartani a lifteket. Úgyhogy mi ingyen parkoltunk, jött a biztonságért, mondta, hogy oh, lift control konferenciára jöttünk. Fuck you! <laughs> Fuck you! Úgyhogy <clears throat> egészen jó sikerült a, a parkolásunk. Amúgy, na no de, hát a, a hely, az szerintem, hát nem tudom, bennem ilyen kicsit érzéseket kell. Tehát egészen addig, amúgy, amíg nem ettem. Én nem ettem, mert milyen volt? Zseniálisan jó konyhájuk van, eszméletlen finoman főznek, Szerintem nem is ordenári drága. Hát arról a... volt szó, hogy a, a kaja ár az, az ugyanaz lesz, mint ott volt, nem? Uh, nem tudom, mert én a fanyűvőben, megmondom őszintén, nem is emlékszem, hogy ettem-e. Egyszer a sült krumpliát megvártam, amíg mint egy másfél óra alatt kihűl, míg a katonai élményeit mesélte, de én igazából a, a fanyűvőben még nem nagyon sikerült ennem. Itt viszont tényleg, tehát le a kalappal, Öt csillagos konyha, nagyon finom volt, amit csináltak, korrekt áron, úgyhogy nekem abszolút, hogy is mondjam, pozitív volt az élmény, de hát ugye a társaság miatt mentünk oda, és hát meg kell, hogy mondjuk, hogy zárt helyen egyszerre ennyi embert még nem nagyon láttunk egyben, illetve most sem egyben volt. Láttál csak mert... gőzölni, nem? csak gőzölni. nem most sem egyben volt, mert a, a számunkra kijelölt helyiséget azt azért sikerült úgy be, megtölteni, hogy nem fért be mindenki. Egyes becslések szerint ilyen 150 uh, környékén lehetünk. Azt tudom, hogy uh, ezt valahol Duda leírta, hogy ilyen 117 vagy 8 aláírás gyűlt össze, ugye mindenkivel írattak jelenlét évet, nyilván volt egy csomó ember, aki nem is tudta, hogy van ilyen, de szenzációs volt. Ezúton is köszönjük Béla így kell, hogy mondjuk ugye van a Béla, és van a másik Béla, tehát Jávorszki Bélának és táncoslábú, mézes hangú, Bélánknak, aki, aki leénekel, letáncol mindenkit a színpadról, hogy összehozták ezt az évzáró partit, ahol nem mellesleg a Villánypár Egyesületnek ajánlották föl a tombola bevételét, illetve volt egy olyan gőzlértársunk, aki, aki a saját hogy is mondjam, keresményéből uh, ajánlott fel teljesen névtelenül uh, még a tombolához, úgyhogy uh, szerintem mindenki jól érezte egyébként uh, magát. Nem tudom, Csárlő, neked mi jött le az ottani hangulatból. Na, Hát nem volt rossz, de nem volt jó. <laughs> nem viccelek. Hát én, nekem csak azért volt szar, ugye, mert én munkából mentem, és hét után egy picivel tudtam beesni, tehát én minden érdekes dologról gyakorlatilag lemaradtam, úgy, mint a beszédek. utólag visszanézve viszonylag kevés szerfény, nem viszonylag, gyakorlatilag is kevés szerfényeztetek engem, tehát ezt azért felírtam a kis fekete not eszembe, de... Aki engem húzzák ki, Nem lehet. Ez most nem, nem az a De tatártomi volt olyan jó fej, hogy fölvette telefonnal. Szenfüles, szenfüles. Tehát ez így eszembe jutott, nekem is miközben kínáltam. hogy basszus, azért jó lett volna ezt fölvenni, vagy nem tudom, amúgy elég szarfény viszonyok voltak, bár Dudus próbált ezen ott menet közben változtatni, és hát Krisztián rövidnek mondott, de ugye nem, nem annak sikerült beszéde volt gyakorlatilag a, a lényeg. Ami amit el kell, hogy mondjak, és most már gyakorlatilag akárhányszor ilyen négy szemközti beszélgetést folytatok bárkivel, ez most már nekem ilyen szálló, igénymé, vagy mondásom vált, hogy az Egyesület nem én vagyok. És most is nagyon sok emberrel beszélgettünk ott lent, próbáltuk ugye elemezni a, a lehetőségeket, meg a, a helyzetet, és gyakorlatilag ma Magyarországon kialakult ez a fajta szemlélet, hogy Befizettem a tagdíjat, vagy be se fizettem, tök mindegy, de hogy van egy Egyesület, és majd az Egyesület ö, ö, azt megoldja, és hát a FIFIK az Egyesület vezetője. Nem, nem, nem. Az Egyesület mindenki, akár tag, akár nem, ha ötlete van, jöjjön, csináljuk, csinálja, szervezze, tegyen hozzá, túlja egy kicsit. Tehát az Egyesület nem egy ember basszus, hanem mindenki akinek számít valamit ez a, ez a, dolog. És most is azért nagyon sok ilyen picit értetlen tekintettel találkoztam, hogy de hát, ja, hát mondom, bocs, hát nem én szívom helyetted a kazánt, ugye? Azt is meg tudod tekerni, tehát mindenki legyen olyan jó, és, és tegye hozzá a saját személyiségét, tudását, tehetségét, idejét, mindenét azért, hogy ez az utol, utolsó nagy megmozdulás, reméljük egyébként, hogy nem az utolsó, tehát hogy lesznek még megmozdulásaink, és mondjuk ettől vidámabbak, de hogy ez az utolsó, ebben az évben az utolsó nagy megmozdulásunk az sikeres legyen, és elérje a célját. Mert hogyha ha nem tesz meg minden, és itt most főleg a, a budapestiekre és a budapest közeliekre, gondolok, de természetesen vidékiek is, ugye elmondtuk, hogy ha nem, akkor majd elküldi posta, stb. Ezt majd nyilván később egy picit részletesen kifejtjük, hogy mit. De hogy mindenki hozzá tudja tenni a, a maga erejét, kitartását, hozzáállását, és akkor tényleg legyen ez egy olyan dolog, ami, ami méltó módon megkoronázza az évünket. Na, nekem csak ennyi eh, hozzáfűzni való eh, lett volna a dolgokhoz. Minden nagyon finom volt, rengeteg eh, likvidet kóstoltam, a tombolán nyertem, Szunyog Tamásnak innen üzenem, hogy ő is nyert az ő tombolájával egy darab eh, mod tartó tokot, én pedig a VIP 42 fölajánlásából nyertem egy Squeep felújítható kazán és nem tudom, hogy klón vagy, klón vagy eredeti. De szerintem klón. Jó, akkor elmondom én az észrevételeimet. Én is nagyon jó társaságban ültem. Kim volt a, a reservation? Mondd már hogy hívják ezt a foglaltábla kis kartonpapírból kihajtogatva, összeragasztva a nevem, nagyon aranyosak voltak és találkoztam egy csomó emberrel, akit én kérek elnézés, hogy hát nem ismerek mindenkit név szerint, vagy, vagy arcra, de, de, kedvesek voltak nagyon, és szia Charlie, mi a helyzet? Innen is sziasztok! Beszélgettem pár kereskedővel, elmondtam egy csomó mindenről a véleményem privátban, és, és egy kicsit gőzölgettünk, megtapasztaltam, hogy milyen, a, milyen a, ez a kis fantasztikus origen bottom feeder kazán, azt láttad te is, ugye? Hogy ne, <laughs> És hogy milyen készüléken volt. Zsír. Hát, Matyi, mondom, adjál már valamit, mert nem, nem hoztam most ö, csak egy modot, és ö, előkapta egyetlen felesleges módját, ami egy 722 volt a 50 es aksijával, és azon rajta volt egy ilyen körömhegynyi kazán, de tette a dolgát 9,5 watt. Tehát 10 watt alatt is van élet, skacok. Van bizony. Úgyhogy én azt javaslom, hogy erről a találkozóról, tehát még egyszer Tatártaminak köszönjük a, a videórögzítést, azt ugye föltöltöttük már a Youtube-ra, azt be fogom tenni, és akkor az lesz a a, az egyik videó a héten. Mit szólsz hozzá? Semmit. Oké. Okay. Tökéletes. <laughs> Mit szólsz hozzá? Semmit. De tökéletes. Ha valakiben egyébként az az érzés támad a videóban, hogy ez ilyen esetleges, akkor, akkor az jusson eszébe, hogy tény, tényleg ez a Tamás előtt le a kalappa. Szemfülességének. Egyszer csak fogta magát, és elkezdte ezt az egészet rögzíteni hogy megmaradjon az utókor számára. Ö, a, innen is én is elkér, egy elnézést kérek mindenkitől, mert nagyon sokan úgy jöttek oda, szerintem a, a nap számra leg, legalábbis a nap legjobb mondása az, hogy tudtam ám, hogy te vagy az, már megismertem a hangodat. Köszönöm szépen. <gül> <gül> Nyilván podcast hallgatóról van szó és, és hát nagyon jó hangulatban, szerintem sok-sok értékes tapasztalattal, meg, meg, hát nyilván ilyenkor, mikor egyforma őrültek vannak egy helyen, akkor nagyon-nagyon jó, jó kis beszédtémák gurulnak elő a tarsójból. És hát ö, akihez nem jutottam el, vagy nem, nem tudtam vele beszélni, attól most kérek elnézést, majd legközelebb reméljük még sok-sok ilyen találkozóban lesz részünk. Na. Ja, várjál, hát én most a... nem share screen-t akartam, mert ott emlékszel, csináltunk egy képet. Nem jaj, 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 jaj. Te, tényleg ezek, a, ezek a, az ötletek a legjobbak, amik így az emberbe, nem? Tehát, hogy így, Igen. így egyszer csak beszélgetünk, 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 úgy, és úgy, úgy, egy ilyen, és akkor neki egy ilyet csinál. Azt majd, azt még most nem áruljuk el, hogy miért, de nem, nem áruljuk el. De készültünk egy képpel, ami majd valaminek a borítója lesz. Vagy nem, de készültünk egy képpel. De egy biztos, hogy az lesz I Igen. majd egyszer. Igen, most próbálom, próbálom a munka folyamatokat racionalizálni, hogy a lemaradást föl lehessen ezzel dolgozni, és utána meg menjen minden a saját medrében. Úgyhogy hát majd hamarosan kiderül, hogy mi ez a dolog. Semmi nagyra nem kell számítani, csak, csak valamire na. És hogyha már itt vagyunk, és mi történt velünk a héten, képzeld el, megjött a, megjött a karácsonyi nem meglepetés ajándékom, a mit tudom is én honnan, mert a feleségem rendelte, kaptam egy MX Master Revolution. Logitech, Black Laser, vagy tököm tudja milyen háromcsatornás anyám kínja, ergonomikus egeret, és ez nagyon fasza lesz a sok-sok görgetőjével, Ú, programozható gombjával, Gamer, hogy... gamer egeret? Nem, 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 direkt munkaegeret, mert nagyon sokat egerészek a munkahelyen is. És ugye, mivel ezt három csatornára három gépre föl lehet programozni, így akkor ezt így itthon is, bent is tudom használni, és, és olyan bazi nagy, hogy, hogy nem fárad el, nem lesz. A Black Razer szériát, azt néztem én is egyébként, meg neked sincs kis kezed. Mint nekem sem, úgyhogy nekem is ezek a nagy tenyeres talpas egerek fekszenek. Az a fura, hogy, hogy nem tűnik nagynak, de, de ugye van neki egy, egy viszonylag nagy hüvelykúj támasza, ami alatt egyébként még van plusz egy gomb, meg még a hüvelykújjan fölött van két gomb, meg még ott van egy, egy plusz görgő, tehát nagyon jól lehet vele videónál ugrálni a, a, az idősávon. Úgyhogy baromi jó kis egérnek ígérkezik, idáig szeretem, nincs vele gondom. Az árán kívül. Az kívül. De hát figyelj, ajándékba kaptad. Nem? Hát az. Igen, megleptem vele magam, és akkor. Na, na hát na, így. Na, hát érted? Belenyugodott, hogy nekem kell egy ilyen, és ez volt az ajándék. Hogy <síthat> belenyugodott? Ez volt az ajándék, nem szólt érted? Igen, igen, igen. Úgy. Egyébként a nők sokkal jobb, ha nem tudják ezeknek a dolgoknak az árát. Az hát, se, <síthat> se jó, mert én mindig megkapom, hogy, hogy. Az nem igaz, hogy ezt te mindet féláron kapod, meg hogy izéhozé, mindet tesztelésre kapod, mert az nem létezik. De létezik. De nem létezik, jó, akkor nem létezik. De itt van, létezik. Hát ennyi. Egyébként ilyet se láttam még. Ugye megkeresett azt múltkor, mondtam neked a. A Rubiz Originalznak a, a tulajdonosa. Ez egy angol likvid gyártó, és ami a, a, az érdekessége, hogy ezt egy, ezt egy hölgy csinálja egyébként, tehát ő a, a CEO ja és ö, egyébként meg a, hát most Tarkon tudom, hogy, fér, vagy, a, vagy az apja vagy a testvére, de ő csinálja a Trater-t, amit ugye megtesztelt Boris, volt a sírásó, én pedig Hamlet, és ö, küldött egy pakkot, és a pakban úgy képzeld el, hogy volt egy, egy, egy ilyen kis A5-ös prospektus, de még nem is láttam ilyet. Ruby's Originals Tasting Menu mennyi, ahogy szeretnéd. És itt van, hogy milyen üvegek vannak, hát illetve hogy mekkora űrméret, milyen nikotinerősség le van írva, lapozol, Instagram képek, lapozol, ott van az első likvid, le van írva, hogy milyen ízvilág, lapozol, lapozol, és így végig van benne ez a, ez a hatfajta likvid, amit árulnak, nem sokat gyártanak ezt a hatot, nagyon ötletes egyébként, nagyon ötletes, és rámentek erre a Pinap Girl vonalra, úgyhogy hamarosan ilyen teszt is lesz nálunk. Én már előzőleg belenyalintottam, és, és vannak ígéretes ízek benne. Azt mondanám majdnem, hogy tudod, amit szoktam mondani, volt mondani, hogy ilyen, ilyen plastik üveg, hogy a képzavarral éljek. Tehát olyasmi, mint a tiét, csak ez 30 milis. is de nagyon jó kis ötletes portfólió egyébként, hogy így ezekkel a csajokkal van, és akkor meg tudod, jegyezni. én azt szeretem, amelyikben pucsít és a bokáját fogja, vagy én azt szeretem, amelyikben a fehér tengerész ruhában van. Na mindegy, hamarosan ilyen is lesz ö, a kóstolóban. Hát akkor azt mondod, hogy a látványvilág viszi. Annyira nem, mert tudod, ez egy címke végül is csak rajta, de, de, de várjál, azt mondja, itt volt... Végig kóstoltam gyorsan, és, és a hatból három az az egyből tetszett nekem. Tehát volt ilyen mohítós, gyümölcsös, van olyan, amire egész mást írtak, de én egy ilyen kis pici kólás felütést éreztem, van olyan, ami ezt, ezt a borsmentás, laprágós feelinget éreztem ott a nyelvem tövénél, úgyhogy jó pofa, jó pofa, jó pofa. Hát az üveg persze, hogyha nem plastik lenne, az üveg, ha nem plastik lenne, na akkor mi lenne? Akkor lehetne sokkal jobb is, de hát gondolom drágább hát nem is. tudom, ez nekem, nekem ilyen örök dilemmám egyébként, mert, mert gyakorlatilag árban azért nem lenne olyan óriási különbség, mondjuk egy ilyen csöppentős üveg, meg egy egy ilyen plastik LDPE plakon, flakon. Mondjuk a, a petet azt hagyjuk is a Pécsában, mert az szerintem Igen. semmire nem, nem, való. De hogy nekem ez mindig ilyen örök dilemmám, hogy most a használhatóságot vegyem előre, vagy a, a nem is tudom én, a kicsit prémiumabb érzést, amivel meg, meg, pont a használhatóság szorú szerintem háttérben, mondjuk az egy 3 millis kazán szemcsöppentővel megtölteni, az azért eléggé durva dolog, és akkor én, én mondjuk személy szerint ezért maradtam az LDP-e flakonnál, mert az könnyen nyomható, aránylag hosszú csőre van, tehát jó lehet vele töltögetni akár az integráltakat, akár a, a nagyobb kazánokat, de ha visszaemlékszel még a régi-régi időkre, mondjuk egy, egy badot vagy egy C2-t, az hogy az gyakorlatilag fecskendővel lehetett igazán tölteni, érted? Tehát az esélyed nem volt rá, és még abban az időben voltak olyan bunkó, cseppentős végű flakonok, érted, hogy a, hát az ilyen, én azt ilyen full biztonsági flakonnak hívtam, érted, mert a szemedet sem bírtad vele kiszúrni. Tehát az, az, az valami brutál uh, állat volt. Most ehhez képest azért most már mondjuk neked tetszett a koponya alakú, az végülis plastik volt, vagy üveg? Vicces bolondozol? Hát üveg. Üveg. Természetesen. Okay. És nekem erről mindig egyébként a úristen, deciki. 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 Mondjad már a kristálykoponya. A ah, Indiana Jones. Indiana Jones és a krist... <laughs> Na, tehát az a gyönyörű, csillogós üveg, és hát ugye ezt nagyon jól mondtad, mert az volt a traitor egyébként, és ez meg a tesónak a sorozata. Úgyhogy mondta, hogy ne keverjük a kettőt, tehát nem szeretné, hogyha ez nem ízlik, akkor más azért nem venné a Traitor, de el lehet a kettőt különíteni egymástól természetesen. Egyébként ez is pont olyan ö, cseppentős, mint a tiét, tehát ez a, ez a vékony, csőrös... Ö, Flaska csak hát értelemszerűen hát 30-as, 30, -as, 30 -as. de, de mondom, tehát vannak emberek, akik ilyenekben erősek, és szerintem ennek jó, jó, jó a brendje ennek a, ennek a cuccnak, nem akarják túlmisztifikálni, nincs túl bonyolítva, viszont nagyon busztusos ez a, ez a kis útmutató is mellette, és hát tegyük hozzá, és hogy... a hogy... lányok is nagyon busztusosak. Igen, igen. Azt tegyük hozzá, hogy, hogy ő... Ez egy egész más arzpoétikával álltak a dologhoz, mert nagyon ötő tudják, ők gondolják, hogy micsoda elfoglalt emberek vagyunk, és hogy, ö, mint Phil Buszárdó, hogy hozzám csak úgy sorban állnak az emberek, hogy tesztelhessek nekik, se. Ö, és mindegy, elküldi, és legyen, ami ö, vagy lesz, ami lesz, de hogy mit küldjön, és. Pahasz, mert várjál, nem küldött pólót, ezt a trógert. Megígérte, hogy küld pólót is. Na, majd írok neki. Mert, mert mondta, hogy akkor úgy küldene, hogy egyet kóstolunk, egyet pedig sorsoljunk. Úgyhogy ez lesz majd. De majd akkor ezt én úgy akarom már, hogy ne, ne fussak bele, hogy olyan íz nyer valaki, amit, amit nem. Szeret majd, majd mindig csak egy ízre lehet tehát majd kitalálom, hogy mit tudom, és én kirakom egyszerre mind a hatot, és akkor csak egyre, hogy mit szeretne megnyerni az ember, és akkor csak arra tud játszani, majd nem többet. is az a. Tehát most minek leg... nyerne olyat, amit nem szeret? Hát csak leg, azért, leg, hogy. Nyerjék. leg legelegánsabb megoldás, így van, lehet, hogy nem is kell neki. Kettő, meg hogy ha mind a hatról tudni akarja, hogy milyen, akkor meg kell, hogy nézze a videót. Nem? Igen. Hát ennyi. Jó Istenem, ha hogy nem, mindig. De. Mind, mindig, ha de, ha nem, de lát, látod, a nemzeti zsebkés nyílik. Igen. Úristen, szembe jött vele, mondom, ezt meg kell osztani. Tehát ez, ez zseni, nem tudom, ki ki egyébként a, az egészet, és gondolom, hogy ez még a trafiknyitások környékén lehetett, de ez most pont mondjuk hétfőre abszolút aktuális nekünk ez a, ez a kis kép. Aki nem tudja, hogy miről van szó, nem is mondjuk el neki, hanem legyen olyan kedves, és menjen fel a párásító Facebook oldalára, és ott találkozhat vele. Is, meg velünk is. Meg velünk is. De hogyha Itt már van. szóba, szóba került a hétfő, akkor kezdjük el a azt, amiről, ami miatt mindenféleképpen meg kellett a mai adást csinálnunk, jó? Jó. Ott tartottunk előző héten, hogy páran sok mindenen agyaltunk, és és az lett a vége, ugye? Nem emlékszem már, hogy konkrétan mennyire fejtettük ki az előzőben, de most már itt az ideje, hogy mindent valójában átlásson mindenki. Szerintem az akkor még ilyen labilis Aha. pontokat, azokat nem... nem... Jó, hát, hát akkor, akkor, most elmondunk mindent, és aztán ami labilis, azt majd, azt majd megjegyezzük, hogy ez, ez az. Tehát a dolog az úgy néz ki, hogy, hogy, hogy az utolsó utáni pillanatban ugye a letfalas játék mellett döntöttünk, tehát hogy amiért a videókat várjuk, és, és nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy kevés még fiúk, küldjétek, küldjétek, mert tényleg nem nehéz fölvenni a videót, fekvő formátumban, még egyszer mondom, fekvő formátumban, és és azokat majd szépen a parlament előtt le fogjuk vetíteni, Egi, hát, le fogjuk, egész nap fog menni. Csilingelő hangunk, és lesz egy nagy 16 négyzetméteres ledfal, ami nem kicsi, cserébe nagy. Lesz egy színpad, ö, lesznek ö, Lesznek mindenféle felszólalások, és csináltunk mi ennek egy eseményt a Facebookon, hogy mindenkinél meg tudjon jelenni, egyszerűen összeszedve, amit eddig tudunk anyagot és az eseménnyel kapcsolatos. Fölolvasnám ezt a rövid részt, mert tényleg ennyi belefér. Tehát a rövidesen szavazásra kerülő törvénymódosító javaslat ö, dohányfüstbe száműzi a dohányzásról megszabadult, dohányzástól megszabadult e cigarettát használó állampolgárokat, a trafikok karmai közé löki az elektromos cigarettát, leszűkíti hozzáférhetőségét és választékát, ellehetetleníti az elektromos cigaretta használatot és tisztességes hazai vállalkozásokat tesz tönkre. A Magyar Elektromos Cigaretta Közösség utolsó segélykiáltása ez a tüntetés, mielőtt a törvénygyár visszaküldené Magyarországot tíz évvel ezelőtre, és lehorgonyozná a szokle vagy haj meg permanens állapotában. Magunkért, magunkért tüntetünk, és minden, ma még a dohányzás rabságában vergődő honfitársunkért, akiktől egy kis extra profit reményében lelkiismeret furdalás nélkül megvonnák korunk legnépszerűbb és leghatékonyabb ártalomcsökkentő találmányát. Az elektromos cigaretta a te ügyed is, ha elektromos cigarettázol, rokonod, szeretted elektromos cigarettázik, vagy épp dohányzol, és lehet, hogy egyszer szeretnéd majd azt szenvedés nélkül abba hagyni. Tarts velünk, és hallasd a hangod, hogy az egészség szerinted sem eladó, hogy nem akarsz egy újabb trafikmutyit, és hogy a nem dohányzó embereknek semmi keresni valója sem a nemzeti dohányboltokban, sem a dohányzásra kijelölt helyeken el az enyves kezekkel az egészségünktől és a szabad választási lehetőségtől. Hétfő reggel kilenctől kivonulunk a parlamenthez, és az általatok küldött videóika, videókat, amit ugye említettem is, egész nap vetítve, tudatosítjuk bennük, hogy gondolkozó emberekből nincs hiány. Egész nap várjuk a csatlakozókat a gróf Andrási Gyula lovas szobor mellett, az országház metró felüli végénél. Hozzatok egy hamutálat, és írjátok rá, hány év hagyományos cigarettázás után váltottatok. Emellett egy mécsessel is készüljetek, ezt este közösen fogjuk meggyújtani, azokért, akik emiatt az embertelen törvény miatt vesztik majd életüket. Aki esetleg nem tud személyesen eljönni, és az ismerősei is otthon maradnak, ilyen ugye nem lesz, de minden esetőségre felkészülve, azok a következő címekre postázzák, vagy vigyék el személyesen a hamutartójukat feliratozva a Mécsessel Egyetemben. És akkor itt föl van sorolva a, a, azon boltoknak a listája, akik postán és személyesen is várják ezeket a csomagokat. A program pedig az úgy néz ki, és ebben lehet még itt egy pici apró változás, hogy ugye úgy írtuk, jelen pillanatban az van, hogy 9-től 17.30-ig videóvetítések, mécsesek gyűjtése. Itt annyi lehet, hogy amilyen a mi szerencsénk, éppen aznap érkezik egy védett személy Magyarországra, és hát természetesen a védett személynek valahova el kell mennie, és lehet, hogy éppen a parlament is az érintendő pontok között lesz. Ezt Krisztián a nem titok, ma kedv van holnap fogja véglegesíteni a beadványt a rendőrségen, és akkor ki fog derülni. Lehet, hogy egy picit el kell tolnunk az elejét. És még azt is ugye tisztáznunk kell, erre majd kitérek, hogy ugye a, a, a az installációhoz is kell durván három óra, hogy, hogy fölállítsák a letfalat, a színpadot és minden egyebet. Tehát ezt meg kell tudnunk, hogy hogy a védett személy érkezése pillanatában ott dolgozhatnak-e vagy sem. Tehát ez az, ami, ami kicsit az eleje időpontot ö, csúsztathatja, de hát a 17.30 az az ugye az egy szép szám, és, és ö, ha 10-kor, ha 11-kor vagy egy picit később tudunk kezdeni, akkor is kezdünk, mindenféleképp kezdünk, ö, csak akkor akkor értelemszerűen az eleje egy picit rövidebb lesz, vagy eltolódik. fog fogja. Igen. Van. Utána a 17.30 és ö, este 6 óra között gyülekezés lesz, nevezzük összetartásnak. Tehát azt mondanám, hogy aki nem tud ö, oda jönni, az hozza előbb a mécsest. Aki úgy időzítettük, hogy akkor azért már az ember végez a munkában, ez a fél, öt, öt körül végzett, akkor oda tud jönni kényelmesen, akár hatig is ö, az összetartásra, és 18 órakor kezdődik az a pont, amikor a konkrét esemény láncolat kicsúcsosodik, az pedig maga a mécses gyújtás a meg nem mentett dohányosokért, illetve 6 óra és fél nyolc között tervezünk beszédeket, felszólalásokat. Na, az, az már egy picit pontosításra került. Igen. Azóta, tehát 18-10-kor, ugye 18-kor mécses gyújtás, 18-10-től sajtótájékoztató, ez durván egy 10 perc negyed óra, és a sajtótájékoztató gyakorlatilag az, az már egy ilyen összefoglaló beszéd sorozat lesz. A sajtó megjelent képviselőivel, utána még megismertetjük az e-cigarettát. velük, kapnak egy kis ajándékot, amivel hazaballakhatnak, illetve én még azzal szeretnék készülni, hogy, hát nem is tudom, egy 20-25 összeállított sajtóanyaggal megtolva az ő munkájukat, hogy ne kelljen azért annyit körmöljük, azt a kezükbe adjuk. Figyelj már, kert, ö, most bocsánat. Online, bocsánat, online hogy, is elérhetővé teszik a számkégen. Bocsánat, igen. hogy közben szóltam, azt nem lehet, ne úgy egy kicsit hát az online sajtóanyagot, hogy mit tudom is, én egy pendrive-on kapják meg, és akkor arra felmásolni a szöveget, már gépelniük se kelljen, tudod? Erre gondoltam jó, de hát most, ha, ha online hozzáférhetnek, hát akkor ez nem. Nagyon úgy, ja. jó. Tehát úgy, úgy fognak online hozzáférni, hogy gyakorlatilag az a papír, amit kapnak, azon rajta lesz az elérhetősége is annak, ami a papíron van. És akkor nyilván úgy nekik sokkal könnyebb lesz dolgozni. De az az igazság, hogy ahhoz, hogy a sajtó jó működjön, ahhoz alájuk kell dolgoznunk nekünk is. Hát illetve, hát, bocsánat, a, amikor azt mondod, hogy nekünk is, az nem azt jelenti, hogy nekünk ötünknek, hanem... Hát, hanem, hát, hanem, hát, 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 hanem így, nagyjából ez így, így, így fog kinézni. Így, az nem az erre anyag, gondoltam, hanem hogy, hogy, hogy jól mutat mondjuk egy fotón, hogyha nem tizen a színpad előtt, és ez érted, mire egyes, gondolok? Na érted? E, hogy ne, szóval ne, hogy ne, hogy ne. mindenkit várunk, és nem azért, mert ráél, hanem... Charlie, ö, hat. Azt hiszem ideig 6 szó volt igazad, igen? A, ja igen, meg most is, hogy beszélek, <laughs> folyamatosan végig igazam van 7. Hét. Hét. Nem? De 8. Akkor megvannak ezek a beszédek, felszólalások ö, már sötétben, de még nekünk fény árban ö, akkor még egy kis videóvetítés, ez ilyen csillaut rész a dolognak, és akkor tervezetten ilyen 8-9 óra magasságában pedig sátorbontás, és elhagyjuk a kosút teret. Ami közbeszólhat, ugye, az hát az gyakorlatilag csak az, hogy holnap Krisztián mit fog megtudni, meg az emberek részéről ugye arra kell készülni, hogy december van, tehát nem lesz meleg, ellenben hideg lesz, úgyhogy aki mondjuk egy óránál többet lesz kint, én például jéger alsóval készülök, meg mindenféle meleg cuccal. Esetleg úgy, úgy emlékszem, mondtad, hogy, hogy hogy ha olyan lenne az idő, hogy lenne valami kis kötszitálás, vagy mit tudom is én, akkor ne lepődjetek meg, tehát vagy esőkabát, vagy, vagy esernyő, tehát valami legyen nálatok, hogyha hogyha elkezdene szemerkélni az eső, akkor, akkor ne az legyen, mint a találkozókon a nyereményjátékok után, hogy szétrebbentek. És, és, ennyi gyakorlatilag. Tehát ez az a pillanat, amikor utoljára tudjuk úgy valóban hallatni a hangunkat, hogy, hogy arra figyel is valaki, és nem, nem futunk az események után, és 55-ször magyarázzuk meg, másfél percben vagy öt percben a tévében, hülye kérdésekkel tarkítva, hogy miért károsabb vagy miért nem károsabb, mint a cigaretta, és a nikotin mégsem halálos, és a többi, és a többi, amiket már unásig ismételtünk. Amit mondtam, mindenkire szükség van, és ha nem tudtok máskor jönni, a koncentrált program az 17.30-tól 20 óráig tart, de természetesen előtte is várunk mindenkit szeretettel, meg forró teával, meg apró Már mármint, hogy ti hozzatok nekünk. <laughs> és, és, és tehát ez, ez, egy ilyen e-cigaretta svéd asztal. Igen, igen. <laughs> gyakorlatilag. Ami mi... egymásért. Igen, ami még nagyon fontos, és az, az, időközben ötleteltünk ezen, ugye, hogy hozzatok transzparenseket, ami nem, nem, nehéz, mert egy szál, fa, léc, arra meg ráraktok valamit, vagy csak papír, kartonpapír, és a kezetekben fölemelitek. Van egy pár ötlet a, az időpont bejegyzésnél, hogy miket írjatok rá, de nyugodtan mindenkinek jön a gondolata, el a kezekkel a tüdömtől, a szopók a rossz oldalán álltok, ne hagyjuk magunkat kizsigerelni, ö, egészségesebb élet betiltva, és még M egy verziót mi is fölírtunk, és, ö, és tényleg hozzátok, ö, emeljétek a magasba, az elcigiteket is ö, készüljetek, cigivel, löttyel, pótaksival, mert töltési lehetőség nem valószínű, hogy. Én viszek lesz. magammal egy ilyen mobil. Mi ez? Powerbank. Power Powerbankot érted, mert az, az, az lesz a leg célra vezetőbb. Ami, ami még fontos kihangsúlyozni, hogy, hogy mert ez többeknél, hogy is mondjam, a komolyságát vette el az egész projektünknek, amit igen, mert hát hogy mi viccből, unalomból csinálunk ilyeneket, hogy a szervezője ennek az egész programnak bejelentve a rendőrség felé, a Krisztián és én. Az esemény támogatói pedig, akik ö, ö, anyagi ö, áldozatot is hoztak az eseményért, mert ö, nem sok, nem kevés, de pénz, amibe ez került, ö, de sok. 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 Tehát Sok. az, hogy. Sok. Igen, én Sok. hogy a létminimumot hányjal kell beszorozni, sokkal. Igen. Sok. Tehát voltak mögöttünk emberek, és azért emeljük ki, hogy, hogy ezt a. Kicsit döcögősen indult az elején, hogy kitől hogy, mert azért minden titokban akartunk tartani, hogy minél nagyobbat üssön lehet azzal vitázni, hogy ez most jó vagy nem jó. Mi ezt tényleg sokáig rágtuk, és mi úgy gondoljuk, hogy ez ennél jobban nem tudjuk publikálni mások felé, illetve hát ott majd az elmenő emberek is látják, hogy, hogy jé, hát ezek elcigiznek, és még mindig élnek. Szóval támogatott minket kiemelten kettő darab egyesület, az egyik a Magyar Elcigaretta Forgalmazók Szövetsége, tehát a MECISZ, a másik pedig a Villanypára Egyesület. Ezúton is köszönöm nekik, mivel te azt hiszem mindkettőben benne vagy, ezért tolmácsold nekik majd a köszönetünket mindannyiunk nevében, hogy hogy tényleg napok alatt sikerült összegyűjteni. Én, én viszont akkor fölvállom a tolmács szerepét, mind a Villanypára Egyesület, mind a MECISZ oldaláról, és ezúton szeretném kifejezni, nem is tudom, hálámat és csodálatomat, ez így jó lesz, Charlie? Hát persze, csak nem <laughs> tudom még a végét. Tehát. <laughs> hálámat és csodálatomat mindazoknak az embereknek, akik részt vettek ennek a, a lebonyolításában, szervezésében, és hát a két e-cigaretta oroszlánnak, Csárlinak és Krisztiánnak, Dovinak, aki ugyan távolról, de folyamatos jelenlétével és ötleteivel. Is. Szóval ezt ne, egyébként, ha így elmondjuk, hogy hogy de ezt a múlt adásban is kibeszéltük, hogy elmondjuk, hogy a Facebookon munkaközben, beöltözve, sapkába, sterilkesztyűbe nézem a kurva Facebookot, ahelyett, hogy palackoznék, vagy, vagy bármi más csinálnék, a kolléganőm már azt mondta, hogy kibassza a laptopot a picsába, érted, mert állandóan csilingelt le föl egész Vagy nap. szombat este <laughs> koporsót nézünk. Meg szombat este koporsót nézünk, ugye Blackinek Szóval nagyon-nagyon sokan uh, uh, oda tették uh, az ötleteiket, a személyiségüket, az idejüket, a munkájukat, a családjuktól vették el saját magukat, miközben egyébként mindegyik uh, résztvevője ennek a, a témnek dolgozott. Tehát uh, én ezen tudom Föl, uh, úgyis... Uh, 18-as karikába leszünk, de egy ezen tudom fölkúrni az agyam, amikor valaki azt mondja, de hát én dolgozok, hát bazd meg én szerinted, de mit csinálok? Vagy a Charlie, vagy a Christian, vagy a Dovi, vagy, 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 a Blackie, mit csinál Angliában egyébként, és ugye hazafelé szervez, mit gondoltak ők, mit csinálnak? Tehát, hogy így megy a malmozás, amikor nem ez van, vagy, vagy nem tudom, tehát így csak jön, jön a postás, és így odatolja a fizetést minden harmadikán az ajtónkba. Vagy, tehát... Hát egyébként ó. ez nálunk úgy megy, igen, hogy én itt ülök itthon, és ah, most már úgy unatkozok, valamit kéne csinálni. Valamit kéne te csinál. tüntessünk, basz, meg tüntessünk. De jó, de jó, és akkor hogy már. Azok te se dolgozzá, hát beszéljük már meg a tüntetést, érted? Hát há, persze. Szóval rengeteg, rengeteg munka van még a munka mellett is, Uh, és hát uh, nyilvánvaló áldozatokkal jár. Egyébként uh, ugye amúgy a mi házastársaink és a mi családunk uh, legalábbis a részemről amúgy nem nagyon szokta hallgatni a podcastet, ugye a Facebookon látják, hogyha valami mozgolódás van, már megint apa valamit kiposztolt, meg nem tudom én mi. De ugye most is egy külön szobában el vagyunk zárkózva, gyakorlatilag kirekesztjük őket ebből a, az egész dologból. Szóval én most szeretnék azért mindannyiunk nevébe köszönetet mondani mindenki családjának, feleségének, gyerekének, hozzátartozójának, hogy egyáltalán elviseli ezt a fajta létet, amiben itt most mi az utolsó, vagy az utóbbi két-három hétbe, négybe, ötbe léteztünk, és és próbáltunk uh, megcsinálni bármit is. Köszönjük szépen nekik a megértésüket amúgy. A feleségem azt üzeni mindenkinek, hogy szereti a Jimmy csúcipőket. <laughs> De... De... hát, ha, valaki, ha valaki megmozdult valami, akkor valami címet légy szíves majd a podcast alá dobni, ahol ilyen cipőket lehet kapni. Úgyhogy ez az, ami biztos. Ami még, ami még nem biztos, mert ugye ez egy olyan egyenlet, ami, aminek a, a végén van egy végrehajtó szervezet, ami egy döntéshozónak a lejelentett dolgait figyelembe véve ami kérésünket vagy jóvá hagyja, vagy részlegesen jóvá hagyja, vagy elutasítja. Tehát ez a legnagyobb változó. És akkor még vannak alvállalkozók, akik a mi általunk megálmodott dolgokat megvalósítják, és, és velük is rengeteget kell egyeztetnünk, és a fenesse gondolná például, hogy egy vizuáltechnikai cég azzal fog engem fölhívni, hogy nekik a letfalhoz vízvételi lehetőség kell. Fifika, hát ezt tudod hova rakni? Nem. nem. Hát nem. Mondom, mi? Mondom, Ütés, vagy mi? Mondom, pali, víz. Mi, mi van? Minek? Nem fog az földgyulladni, ne izgulj. Nem. Az azért kell, hogy vannak nekik, tudod, ezek a nagy egyköbméteres tartályok, ezek a, amiben mindenféle vegyszer szoktak, ilyen raklapos, tartály ja, ez ja, a fénypántos. Ja, ja. Azzal súlyozzák? Igen, ki, és vagy. hogyha esetleg a szél fújna, akkor ezzel lesz fixen spaniferrel kikötözve például. Hát azért 16 négyzetméterbe bele tud kapni a szél. Hát, bele. Pláne egy téren, úgyhogy kihoznak két ilyet. Na, és akkor ebből jön a következő vízvételi lehetőség. De honnan? tűzoltóság, vagy a főkert, akkor fölhívni a tűzoltóság. Úgy kezdtem a tűzoltóságot, fölhívtam ma az ötödik kerületi ö, tűzoltóságot, és mondtam, hogy jó napot kívánok, a segítségre lenne szükségem. Előjáróban szeretném mondani, hogy nem még semmi. <laughs> és mondta neki, hogy... Ilyen, az bármit gondol. Igen, mondtam, hogy vízre van szükségem, de nem tűzoltó vízre, hanem ez van, és akkor szerintem már képben lehettek ezzel, mert mondta, hogy oké, okay, oké. Okay. Van egy másik telefonszámot, tűzoltóság hatósági osztály, és akkor azt kell majd fölkeresni. Úgyhogy még holnap oda megy a csörgés, hogy honnan tudnánk vizet és mennyiért vételezni. És aztán, aztán jönnek, hogy és a mikrofon, és honnan, és a betáplálás, és hova pisilünk, és más hova pisil, és a többit azt nem mondom, hogy is hova kakilunk, de, de föl fogjuk térképezni, hogy a közelben milyen vendéglátóipari ipari üzemegységek vannak, ahova egész nap el tudunk menni. Ja igen, ez ma jutott eszembe. Béreljünk-e tojtojt, vagy sem? Csárli! Mondjad! Hol fogunk pössenteni? Hát, Csáli a... egyből nézte. Várjál, toj-toj, Deluxe kivitel? Igen, igen, és olyan olyan űrtechnikák vannak már, hogy konténer toj-toj, meg, meg mozgássérült toj-toj, meg VIP toj-toj. VIP, hát VIP. ez zseniális. Úgyhogy őket is kerestem, de 16 óra 25-kor mindenki akkora úr, már nem csak a közigazgatásban, mert a tűzoltóságot nem értem, bocsánat, katasztrófa védemet nem értem el délután hogy, és hol a vizem egyébként, mert kezdek száradni. Nincs itt vizem. Na mindegy. Hogy, hogy azt majd holnap kell megkeresni, a toj, meg, meg, akkor azt kilőjük, majd megoldjuk más, hogy a, Ra a nek vékony a szája, a melyiknek nagy? Nem tud, a kepinek, vagy a tököm tudja. Na, annak széles Én a meg... szája, abba vele fér a hegye na de most nem fogok guztustalankodni többet, és ezért nincsen nő a szervező brigádban, mert nekik sokkal nehezebb ezt megoldani. Én eljátszom a, a homeless-t is. sorba. És... és mondja aranyom, íz lett. húztunk -e édeskét nél? Te mi vagy. Jaj. Miért mi 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 más a színe? Az multivitaminos? Nem, vért húgyozok nem, már vesik, hülyeség. Vesik. <gül> <gül> szóval nem lesz toj WC. Meg egyébként is, hogy néz neki már a parlament előtt. De nem mentem el még oda azóta, mióta ezt átalakították, de így most ebbe belegondoltam meg a Kriszt... Na, tudjátok, hogy ez hogy működik. A Krisztián elmegy helyet vadászni, mert én dolgozom, meg ha do nem dolgozom, akkor éppen nem arra felé megyek. Krisztián elloholt, Lefényképezte a lehetséges helyeket, azt elküldte a csoportnak, a csoport megszavazta, és akkor jön a következő probléma, ott vannak azok a rohadt nagy gránitkockák, ami jól mutat, de ez nem gondolsz némi tudatosságot abban, hogy ott, ahol egyszer már ez műveleti terület volt, oda ekkora nagy gránitkockákat raknak, hogy még véletlenül se lehessen normálisan megközelíteni azt az objektumot. Nem, lehet, hogy csak paranoia, vagy hogy mondjam ezt, üldözési mánia, de, de én ezt éreztem ebben a térrendezésben. <kül> ja, és akkor még utána jön, hogy, hogy az egy dolog, hogy mindent leszerveztünk, de súlykorlátozás, mennyi a limit, három és fél tonna fölött nem lehet bemenni, de ami lett falunknak, ugye teherautó megy, tehát akkor külön engedélyt kell kérni. De azt az engedélyt majd akkor intézi a cég, mert egyébként halandóknak hosszú lenne, úgyhogy jönnek ám ezek az extra kiadások, meg a, meg a nem várt meglepetések, úgyhogy lesz ott még majd és Szerintem egyébként... Nem tudom, lehet, hogy ki kéne írni majd valamelyikünknek a telefonszámát is, hogyha valakinek valami havária van, akkor akkor ott természetesen nem az, hogy itt vagyok, hol vagytok, hanem hogy el tudjanak érni ö, bennünket. De azt kérem, javaslom még egyszer, hogy ö, itt van ez az esemény, az az egyik, hogy csatlakozni kell. Most 2600 ember nem kattintott még semmire. És már több az érdeklődő, mint az ott lesz. Tehát Te állandóan, már... te állandóan ezzel hergeled magad. Nem hergelem, csak, csak, mondom, most egyszer már elmagyaráztam neked, de most elmondom a többieknek is, akik most hallják először, hogy, hogy, azért van ekkora idősáv nekünk, hogy mindenki találjon akár csak egy fél órát, hogy, hogy eljöjjön oda, és tiszteletét tegye, és gyűjjenek a gyertyák, mécsesek, bármi. Egy nap Tíz órás programban lehet találni egy fél órát, amikor el tudsz oda menni. Ha meg nem tudsz elmenni oda, akkor nem is akarsz elcigizni. Most sarkítok persze, de na, érted? Olyan ismerőseim jelezték, hogy jönnek, akik elcigiznek, és soha nem mentek el sehova, és most bekattintottak, mert tudták, hogy ez fontos. A kereskedők is tudják, hogy fontos, és arra olyan kifogást nem fogunk elfogadni, hogy péntek, bocsánat, hétfő volt, és kifogytam hétvégén a likvidből, és el kellett mennem délután négykor a kereskedőmhöz, mert a kereskedők befognak zárni. Tehát például nevet nem mondok, de sok kereskedés visszajelzett, hogy oké, okay, mi három órakor lehúzzuk a rolót, akkor is, hogyha megbünteti őket mondjuk a, a pláza, mert ott kötelező nyitvatartás van. Mert, bocsánat, mert. Szárad a szám. És, és ki kell írni, hogy hol vagyunk. Igen. Úgyhogy <laughs> úgy, reményeink szerint mindig lesz ott legalább egy-két kereskedő, akivel, akivel lehet majd beszélgetni, hogy látja a jövőjét, mint látja, honnan lehet beszerezni, mi a helyzet, és a többi, és a többi. Hiszen végül is az emberekért is szerveződik az egész, a kereskedőkért is szerveződik az egész, mert azért, mert tudod, nekünk ez a becsípődésünk, hogy mindig kell legyen legalább egy beadványunk és tüntetésünk. Úgyhogy ö, ennyi, én kérek mindenkit, hogy csatlakozzatok, és ha tudjátok, ott van egy ilyen gomb, hogy meghívás, fölugrik az ismerősi táborotok, és szépen, akit tudjátok, hogy elcigizik, vagy csak sejtitek, kattintsatok rá, ö, mert csak így fogunk ö, bővülni és egyre többen lenni. Visszanéztem egyébként pont ma Krisztiánnak egy hírtévés nyilatkozatát, egy régi-régi nyilatkozat, és ott még ilyen számok voltak, Fifika, hogy tízezer hazai elcigarettás, és most milyen számokról beszélünk? 100-200 ezer között. Jó, igen. Arany középút legyen 150 és ez nem, 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 öt éves nyilatkozat, meg nem fél éves nyilatkozat, nem olyan rég, nem a túl távoli múltban. Tehát ez rohad dinamikus, és, és, ha ennek most nem lesz itt jövője, ha nincs jövője, akkor ha nem aktivizáljuk most egy picit magunkat, lehet, hogy egy kicsit mi valakinek az az az, az áldozat, hogy kilépve a komfort komfortzónájából eljön, és ott lesz egy órát, egy másfél órát, és Addig is el fog telni ez hamar, ugyanúgy, úgy, mint a találkozók jó hangulatban. Úgyhogy úgy, én kérek mindenkit, hogy tiszteljétek meg a jelenlétetekkel a, a szervezőket, azaz minket, illetve hát adjátok meg az esélyt magatoknak is. Részemről ennyit tudtam elmondani, és, és ott leszek, ott Sőleg. leszek, ott leszek, kattintsátok, ott leszek, ott leszek, ott leszek. Osszátok meg mindenhol, ahol csak tudjátok. Ennyi. Hát aki, tehát ugye, most lefordítom a Charlie bő, bőbeszédű adat folyamát. Tehát aki eddig azt kattintotta, hogy lehet, meg érdeklődik, az ne érdeklődjön, basszus, legyen ott, legyen ott, tök mindegy, mikor, de ugye azt mondtuk, hogy 6 óra a csúcs, tehát akkor szeretnénk a legtöbben lenni. 6 órakor ö, meg kell mutatni a sajtónak, az országház ablakainak, hogy vagyunk. Tehát, hogy nem csak így létezünk a, a nagy semmibe, hanem hogy vagyunk. Azt Tehát már ne is or... mondjuk, hogy hogy emlékszel arra a tízezrelékre? lékre? Hát most képzeld el, Hú. hogyha azt látják, hogy, hogy csak 150 ember, ez még nem is tízezrelék, lék, ez még kevesebb. Nem is tízezrelék, érted? Hát, na, érted? Hát, Szorozd meg öttem, a vidékiek nincsenek itt akkor csak jó az a 800, amit mondtunk. Hát nem, de. Hát de. 11. Aj, 11. Istenem. Tehát tényleg, aki él és mozog, nincs kifogás, nem fogadunk el orvosi igazolást, semmit, legyen ott. Aki vidéki és tényleg nem tud eljönni, stb. stb., az nézze meg a Facebook eseményt ott vannak a boltok nevei, ahova lehet küldeni a hamutálat, a nevét, és hogy mennyit dohányzott előtte, azt ne felejtse el elküldeni. Én mondjuk nem venném zokon, hogyha ez már, már most ez hogy lesz, Charlie? Beleírják a hamutába, vagy a hamutál alá teszünk egy papírt? Figyelj, én azt mondom, hogy aki tudja, egy ilyen kis öntapadós címkével, vagy, vagy etikettel, vagy, tehát Amire módja van, hát most nem tudjuk tényleg helyettük kitalálni, hogy mi legyen a jó, csak küldjék az el. A lényeg, legyen rajta, az a lényeg, hogy az, az, az információ ott legyen. Egy fehér hamutartó asszonynak lopja el a fekete, vagy a piros körömlakját, írja rá azzal nekem tök mindegy. Tényleg teljesen mindegy. De még ehhez hozzáfűzve, hogy aki vidé, Tehát aki nem engedheti meg magának mondjuk anyagilag, hogy távolról. Keres, keressetek, írjátok föl, volt már, aki. Az eseményhez odaírta, hogy ő innen jön, telekocsi, összedobjátok négyen, öten, és akkor, akkor már baráti, a vonat meg pláne. Tehát ö, kijöttök akkor fejenként 1000 forintból vagy 1500 forintból oda-vissza, és, és, ö, és megvan, a, megvan az utazás, és ö, le van tudva az egész, ott voltatok. Tehát ö, azt is mondhatnánk, hogy a halotti anyakönyvi kivonatot sem fogadjuk el. Igen. Igen. De persze azt elfogadjuk. De, de azt valakinek ott el kell hozni. Ott kell lenni. Hát igen, mert hogyha Ez most nem, akkor... Akkor ott ott nincs... Nincs, nincs. Tehát annyi nyúszét nyú, nem tudunk előhúzni ebből a kalapból, hogy hát most nem jöttek össze annyian, majd, majd ö, egy hónap múlva megint összetapsolunk, ö, az összeg az irreleváns, de hétszámjegyű. Szóval majd a, megfeszíti magát a MECISZ, meg a kereskedők, meg a, a. mi vagy te? Meg az egyesület. Az egyesület nem te, hanem úgy egyébként. Tehát, ez, ez nem. Erre kellett most összpontosítani, és minden tartalékunkat föléljük, mind emberileg, mind anyagilag is mi, mi, én személy szerint, de hát természetesen a kereskedő nem az utolsó forintját adja oda, de hát az, az mindenkinek ugye a saját zsebéből fog hiányozni. Jó kedvében senki nem dobál 10, 20, 50, 100, 200 ezer forintokat ki az ablakon azért, hogy hát vagy lesz vagy szar, vagy kalaposinas. Tehát a, mi abban nem reménykedünk, hogy, hogy azért, és senki ne ringassa magát abba, hogy, hogy hétfőn vagy kedden szavazás, és azért máshogy fognak szavazni, mert mi ezt kinyilatkoztattuk. Azért kértük a videóban is, hogy szólítsák meg Áder Jánost, hogy hogy ő tegye meg majd a megfelelő lépést. Norma kontroll, alkotmánybíróság, és dobják vissza, mert ez így szar. Hát legalábbis ebbe bízunk, hogy ez lesz ennek a, a saláta javaslatnak a, a vége. De ha nem, akkor megyünk tovább, tehát nem, nem fogunk megállni. Januárban is föl kell a nap, így van. Tehát akkor is. Azt hiszem. Lesz, lesz ö, ö, valami. Ö, ezt elmondtam azt hiszem a szombati találkozón is, hogy sajnos abban a, a hihetetlenül szar helyzetben vagyunk, hogy itt gyakorlatilag pártutasításra cselekszik mindenki, nincs, nincs mögötte, hogy is mondjam, se átgondolt, se, se megfontolt szándék. Az egészségügy luditány, ezt épp mondtam podcast előtt, hogy nézegetve a híreket, folyamatosan változik a kommunikációjuk, mindig találnak egy-egy újabb fölkapott jelmondatot, ahogy a, ahogy a piac változik, Alattuk előttük, úgy ők is változtatják a céljaikat. Most a legújabb hullám a, a részükről az, hogy már nem is a dohányzás, nem is a, a, a káros, meg a, a rákeltő, meg a nem tudom, én, ezek a szavak mennek, hanem most a legújabb a, a, a nikoténfüggők. Tehát a nikotinfüggőség megakadályozása, annak a, a kiiktatása az életből, és hogy az e-cigaretta azért borzasztó szar, mert föntartja a nikotinfüggőséget, holott miközben mi tudjuk, hogy pont, hogy nem, és hogy a, a nikotinhoz való viszonya egy e-cigarettásnak egészen más, mint mondjuk egy dohányosnak. Mert egy dohányostól megvonod négy-öt órára a dohány, és ezt tudjuk magunkról, tehát ugye, mi mind dohányosok voltunk, tehát ez senki ne gondolja azt, aki esetleg hallgat minket, és még életében nem látott egy cigarettást, hogy egy egy cigarettás az így egyik reggel föl kell, a picsába, én most egy cigarettázni fogok, és rászokok a nikotinra. Ez nem így történt, mindenkit az egy cigarettás fronton kivétel nélkül dohányosként kezdte. És nagyon jó tudjuk, hogy milyen az, amikor négy-öt óráig nem lehet rágyújtani. Hát én emlékszem rá, hogy 22 évesen buliból hazafelé jövet a... nem volt gyufánk. Tudod, ez a teljesen klasszikus cigarettás történet. <laughs> és miből, miből tudnál tüzet Aztának, csiholni? Van egy cigarettát, de nincsen gyufa. És akkor hát ez valami téboly volt, hogy, hogy és a végén azt hiszem, hogy azt a zseblámpát törtem össze, amivel világítottunk, tehát ilyen tök sötétbe esve kellve mentünk haza, de összetörtem a zseblámpának az üvegét, oda tettük azt az egy cigit a, a cucchoz, valaki bekapcsolta, ugye elégett az ízószád, az pont annyira elég volt, hogy meg tudjam gyújtani Édes a, Istenem. cigarettát. És még, mi azt mondják, hogy a heroinista függő. A, az, az, semmi, az egy, az, az egy, az, az, egy semmi. A másik ilyen, ilyen haláli történetem az volt, amikor lementem horgászni még dohányosként. Tudod, így lemész reggel hajnalba, folyópartra, kipakolsz, á, gyújtanál rá, és nincs tűz. És egy ilyen riga, mo, riga nem tudom, tehát valószínűleg vannak itt fiatalok is, akik nem tudják, hogy a, az orosz csúcstechnológia, technológia emereme mi volt, de egy riga mopeddel ö, voltam lent, és tudod, egy ilyen fél órát ültem a motor mellett, nagy búsan beszereltem, belógattam a sinorokat, nagy búsan ott ültem, hogy a picsám, de nem jött le senki horgászni, senkiért, tök egymagam. Hát ilyenkor, ilyenkor nem. <laughs> ja vagy. <laughs> és akkor így gondolkoztam, és akkor tudod, így kipattant az isteni szikra a fejemből, kitekertem a gyertyát, és lehúztam a benzincsövet a, a Karburátorról és a gyertyát így körbecsöpögtettem benzinne, aztán fogtam és tod így Elkezdtem nyomogatni a pedált és egyszer csak a cikrától, érted, hát a benzin, kész, ami belubant. ott volt körbe a gyertya csészébe, az meggyulladt, érted? Hát ez kész. Meggyújtottam, tüzet raktam, az egy augusztus 10 hatodikán érted a vízparton az egy mágia mellett hogy mindig kutyak valamiről rágyújtani tehát az, így az ember így visszagondol ezekre a, a dolgokra és akkor úristen hát most azért az ecigivel ezek a történetek nincsenek már megérted, ja bassza meg ott hagytam az eciget, nem baj hát majd ezért, tehát. de ez, ah. ez kurva. Jó de, hát de tudja hogy, de tudni, hogy mindenkinek vannak ilyen történetei, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy milyen függőség volt az, hogy dohányoztál, érted? És ne, úristen, cigi vagy a gyufa, valamelyik elmaradt a kettő közben. ha mind a kettő, akkor az ember kért valakitől, érted? De, de a tóparton de... viszonylag nehéz lett volna. Igen, igen. Na mindegy, valószínűleg most az autóakumulátorra kötném rá a modot érted aztól, mint az az idióta néger gyerek. Jaj, ne is mondjad. Mm. Jobb ez így. Na, visszatérve a mondandómhoz, tehát folyamatosan változik a... És, és én most már azt kell, hogy mondjam egy, egyébként, bár ezt a szót nem szeretem, meg, meg utálom ezt az ellenségképkeresést, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az emberek valóban ellenségeink. Ellenségek a hétköznapjainkban, ellenségeink a józanészben, ellenségeink abban a, a, a vonulatban, amit mi egyébként teljesen jónak gondolunk. És és elképesztő, hogy a, az, az egyébként atomkáros, gyógyszerekre hogyan tudnak mosolyogni, miközben az e meg a porba alázzák. Tehát nem, nem, nem is tudom hova tenni ezt, a, ezt az egész történet, történet, történetet. Nem szoktam ilyen összeesküvés elméleteket gyártani, de, de egyszerűen már nem tud az ember tud mire gondolni, érted, hogy, hogy hát basszus, hát biztos, hogy valamelyik fél érdekeltsége van mögötte, és pénz, és pénz, és pénz, és hogy ezek nem hiszem, hogy maguktól ilyen hülyék. Ezeket meg kell fizetni, hogy ennyire ökrök legyenek, de komolyan. És van az a pénz, amivel meg lehet őket fizetni. Ugye hol a dohányiparra próbálják az e-cigarettát összemosni? Hol, hol, újabb és újabb fogásokat találnak rajta, hol a nikotinszar, hol az ízesítés, hol a propilenglikor, hol a glicerin, hol a, a, tekerésben lévő fém, hol a, mit tudom is én, a, a főrobbanó akkumulátor, ami ugye most megtörtént egy iPhone-nal is, Charlie, ha láttad. Igen. Hát öcsém, mi van? A Nokia gyártja az iPhone-t? Vagy mi történt? nem tudom. Tudsz valami konkrétat arról az esetről egyébként? E, igazság szerint nem, mert ezeket én mindig elengedem a, a fülem mellett. És nem azért, mert iPhone, hanem mert ezeket a... Megtanultam már kezelni a kattintás vadász cikkeket a Facebookon, és per vagy a akármelyik indexen, amelyik hát nem akármelyik indexen, akármelyik hírportálon, amelyik a kattintásokból és a megjelenített reklámokból él, tehát a anyjából elmegy az, aki azért tesz ki egy olyan csöcsös képet, hogy rákattintsanak, és aztán ott semmi nincs, hogy csak azért, hogy rákattintottak, és, és, mögötte ott van egy tök tartalom, tehát én nem tulajdonítok túlzott jelentőségét. Ennek ez pont olyan, mint hogyha azért gyulladnak egy autó, mert rövid keletkezett az akkumulátorban. Ilyen van mindenhol. Ha iPhone, ha Android, ha akkumulátor, ha mod, ha bármi. Tehát... Igen, igen, csak érted, pont, pont ez, ez döbbentett meg engem, legalábbis ebben az egész dologba, hogy hogy ugyanaz történt ezzel az iPhone sztorival, mint ami az e Tehát kurvára nem érdekes, hogy mitől robbant fel, érted, hogy a, a hülye, nem tudom én, a 380 at dugta a töltőbe, vagy, vagy nem megfelelő uh, hely volt, vagy szar volt a, a földelés, szig, szigetelés, összeégett a vezeték, nem tudom én, 23 kW volt rádugva a hosszabbítóra. Ez a kutya, érted? Senkit nem érdekel. Ebből az a hír, hogy az iPhone 6 fő robbant a zsebébe, vagy a kezébe, vagy a nem tudom, és az egy cigaretta, de hogy otthon barkácsolt a baromarcú, hogy a, nulla-nulla-nulla alá tekert, hogy kerítés használt, hogy, hogy nem tudom, és még számtalan ökörséget föl tudnánk sorolni, ami ellen egyébként mi folyamatosan uh, harcolunk, az senkit nem érdekel. És az a baj, hogy pont valamelyik nap volt egy ilyen sztorim az egyik ügyfélnek a föladott csomagját a posta nem kézbesítette, csak négy nap után, mert hát új volt a postás, és nem tudom, de derogált neki még 50 centivel följebb nézni, hogy mi van fölírva az ajtó fölé, beírt egy kétszer sikertelen kézbesítés, és aztán leszarta az egészet. És ilyenkor utálom azt mondani, hogy de szar a pósta. Nem a posta a szarba, az meg van egy hülye az egyébként sok tök normálisan becsületesen dolgozó postás között, aki képes arra, hogy a többi munkáját érted a fasértba vigye. És ugyanezt történik egyébként az e-cigarettás fronton is. Mindig akad egy hülye és elnézést kérek még attól a hülyétől is, akit most én lehülyéztem, de mindig akad egy hülye, aki a többi becsületes munkáját képes egy mozdulattal kidobni a picsába. Nem kell hülyének lenni. Vagy lefikázni. Vagy lefikázni. Hát ez meg a másik érted, ez, a, ez a, a, én oké, tudom, tehát mi se vagyunk különbek, mint a kutyamacska, barátok vagy a nem tudom én bélyeggyűjtők ö, ugye egyforma hülyék, azok egyforma hülyék mindenhol, de de hogy, de hogy pont most nem kéne, tényleg nem kéne. Tehát amikor kifelé összetartást kell mutatni, meg kell szólítani embereket, meg kell mozdítani embereket, azért kell dolgozni, hogy tényleg ö, ott legyen mindenki, és ha már egyszer volt egy pár ember, aki, aki ebbe beleölte a munkáját, akkor nem egy mozdulattal, meg egy kifejezése elküldeni mindenkit a kicsába. Tehát mindenkitől azt kérem, hogy oké, okay, tényleg nagy a feszültség, de, de próbáljunk már toleránsak lenni egymással, az ügyünkkel, és egyébként is. Hát nagyjából ennyit akartam mondani. Mielőtt még így mű, műfölkúrásba részesíteném az agyamat. Legyen már ennyi? Szerintem igen, mert hogy, hogy a lényeggel akartunk foglalkozni. Tehát oké, okay, volt egy kis félre félrelépés, kilengés a műsorban, de a műsornak a, a nagy, nagy részében ezt szerettük volna bennetek tudatosítani, hogy hétfőn mindenki legyen ott. Ha a klasszikusokat akarnám idézni, akkor azt mondanám, hogy hétfőn mindenki hozzon magával még egy embert. De nekünk nem elég a még egy. Még sok embert hozzon magával mindenki. Igen. Oké, okay. legyen családi buli, hozzátok ki a gyereket, asszonyt, barátnőt, barátot, mindenki. Ha valaki unatkozik, addig elmehet a család egyéb tagja városnézni, vagy a parlamentet. habonyvai körbevezeti őket, megmutatja a koronát. a habony az most kim volt valahol valami. Méreg drága bu buli Igen, a buli. Igen, bu lefényképezték a bulikán véletlen, ahogy láttam. Az nagyon gáz. Az nagyon gáz. Vagy hát, mit tudom én, tók ilyen, ilyen exkluzív programokat ajánlani Orbán Viktor a függöny mögött, vagy nem tudom, tehát így a parlament azért kínál néha meglepetéseket. Meg mi is. Meg mi is. Igen. Na most meglátjuk, hogy milyen tömeg lesz, hogy nem, nem ajánlottunk föl senkinek ajándékot meg tombolát. Gyertek el az esemény az ügy miatt. De egy baráti meleg készfogás, egy közös fotó. Hú tényleg fotó, még az azt se tettük be, Charlie. Egész nap lehet fotózkodni. És utána csinálunk egy nagy fotófalat azokkal, akik ott voltak. Na most akinek nem lesz ott a fotója, az meg szégyelje össze magát. Igen, most képzeljétek el, hogy, hogy lesz uh, egy fotótok kifikával. Ne, én nem bírnám uh. ki, Charlie. Én nem bírnám ki, hogy ne legyen ott. Én nem bírnám ki. Az ötlet szinten felmerült, hogy ugye csinálunk majd egy, ha a technikai háttér adott lesz, akkor akkor csinálunk majd ott, lesz sok mikrofon, meg hangosítás is, és egy Ilyen se volt még, és valószínűleg nem is lesz többet. Nem hogy is egy, lesz többet, egy, egy igazi, hát... élő, Jembori podcast. Hát, ha nem is élő, mert ugye ezt utólag kell földolgozni, de de egy ilyen... a téri közönség az élet találkozó. Tel Élettel teli. Igen, igen. És látni fogja mindenki, hogy cica, pipa, cica, pipa. Ép. Ja. <kül> Úgyhogy mindenkit várunk... Sok szeretettel, nekünk még sok dolog van addig. Írt Krisztián is közben, hogy holnap tízre megy a Teve utcába, úgyhogy akkor fog kiderülni, vagy beborulni, hogy mi a túró van. Meg akkor rákérdez a, az egyéb dolgokra. Figyeljétek folyamatosan a Facebook esemény oldalát, Uh, annak ellenére figyeljétek egyébként, hogy ezt egy oktatási honlap, nem is tudom mi a neve hozta létre, de figyeljétek, mert minden friss információt ott fogunk megjelentetni. Ezért kérünk benneteket egyébként, hogy azt a linket osszátok meg. Igen. A linket, mert üresen a szövegnek semmi értelme, hiszen abban nincs információ, hogy uh, mikor, hol, ott vannak az up-to-date infók. Ennyi. Aki nem osztja meg. A... Annak nőjön köröm a fülére? Azt akartam mondani, hogy egy virtuális faszkorbács, de ez se rossz. Ez se rossz, ez se rossz. De tényleg, tehát gyerekek, nem tudom, vizes palackkal kell edzeni, tehát az az egérkattintás, az nem egy olyan nagy történet, történt, történet. Aki tizet kattint, annak fizetek egy vizes zsömlét a tesco az gyakorlatilag visszapótoltam százszor azt az energiát, amit a kattintásba pazarolt, úgyhogy mindenki legyen olyan kedves, ossza meg. 480 ismerősöm van, végig kattintottam mind a 480-at. Ti is tegyétek meg, nem egy olyan nagy próbálj. Csak azért voltam csöndben, mert ásítottak. Hallottam. Nem vágjuk ki, kemények vagyunk. Szívtad negatívba a hangot a fülemre. Igen, ha. igen, igen, befele. Jó van, akkor remélem, hogy egy óra húsz perce ki tudtuk a Krisztián pótolhatatlan űrét is tölteni, de mindenképp meg kell emlékezzünk arról, hogy, hogy nem. Volt itt velünk, úgyhogy az előre, ez most előre megbeszélt adáscímünk az lesz, hogy kétharmad gőz. A kétharmad mi vagyunk, de Igen. a többség is Igen. mi vagyunk ezáltal, tehát bármit leszavazhatunk. Amit a Krisztián nem akar esetleg, mert ő a hősök terét akarta, hisz a közel van a Dózsa György úti hasziendája, de leszavaztuk kétharmad arányban. Nem, illetve négy ötöd arányban. Négy ötöd. Igen. Hiszen ö, azt már most az adásban is elmondom, de ezt Mujónak is mondtam, hogy az jó, hogy a hősök terem meg könnyen lehet parkolni, csak ott viszonylag kevés a parlament. Igen. Tehát a, a, mert azért akartunk kimenni a parlamenthez, hogy ott lássák a majmot, lássák a döntéshozók egész nap, hogy menjen az a rohadt videó, hogy, hogy emberek állnak a kérés mögött és a hősök terén max a turista fényképezni, hogy oda is decsini nagy lett fal. Aztán az pornócsatorna egy, jön ebbe. egy híres ember lehet, mert azt marha nagyba. Jó, a másik, a másik, a másik, a másik. Videó, 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 videó. Hát én fogok csinálni, vagy mire gondolsz? Nem, az, nem, 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 nem. Még mindig kevés a videó. Hát azt elmondtam az elején. De nem persze, baj. azt nem tudsz el... el. a végén Igen. is. Kevés a videó. Kevés a és, videó. És videó, videó, videó. Kifika, nem láttam még boltost, aki föltöltötte volna a videóját. Egyet láttam. Nem mondom ki a nevét. Csúnya. És te ne vagy az. Mondd ne is mond ki a nevét, de tényleg mindenki kereskedő, kereskedőnél dolgozó, e-cigarettát. Népszerűsítő. Látott. látott népszerűsítő, nem népszerűsítő, tök mindegy. Ha tudsz csinálni egy kurva videót arról, hogy a, a macskát hogy nyávog, akkor tudsz arról is csinálni kettő-három percben, hogy mit gondolsz erről az egészről. Cicavízió! Cicavízió! Na, mert egyébként van. most jutott eszembe, hogy azok a, azok a nagyon ráérő uh termékvideókészítők, készítők, mint például Matias alias Seggíző. Hol a videó? Vagy a többiek? Srácok? Minden szírszart le lehet videózni. Hát ezt nem lehet? Hát dicsak more. Hát hogy van ez? Ha nem tudom. Na, én olyan hát, videót várnék kereskedőtől egyébként, hogy egy picit szője bele a, a saját vállalkozásának a sztoriát, hogy hogy hát igen, benne van ebben az egész, hogy, hogy neki ez olyan lenne neki, mint, mint, mikor a trafik törvényel ugye elvették valakinek a családi vállalkozási lehetőségét, aki csinálta már 20-30 éve mondjuk a Moszkva téren és már többedik generáció, ez neki pont Na, ilyen videót várok, hogy én tőlem elvenne akkor az állam ennyi, nem forintosítva, hanem ezt a lehetőséget, és az alkalmazottaim az utcára kerülnének, és a többi, és a többi. Nyugodtan, tehát több, több szemszögből, ne csak mindig ugyanaz, hogy a tüdőkapacitásom, meg felszaladok a tizedikre, el kell mondani, hogy neki ez megélhetési forrás, és valaki ezt hatalmi szóval valami mögé bújva, akarja befolyásolni. Várom ezeket a videókat, ö, és a találkozón valamelyik kereskedő mondta, tényleg, ha agyon üt sem emlékszem rá, hogy jaj, de tudod, hogy én nem vagyok olyan ö, kamera éret, meg, meg mit tudom is én, de a Feri is, hát a Feri is, a Feri is. Egyébként baszti. a Feri is mentegetőzött, hogy már pedig ő nem mer, hogy hát, mert hogy tudod, hogy miért. És én mondtam neki, hogy ne haragudj, most nem tudom ezt elfogadni. Tehát ö, a, a Eugene is csinál videókat egy kézzel. Ö, Senki nem, senki nem azt nézi esetleg, hogy, hogy valamilyen fogyatékossággal él, vagy nem, mert ha meg valaki azt nézi és kiröhögi, na arról meg nekem van meg a véleményem. Azt meg mi fogjuk akkor az F-kezdető a helyére tenni. Igen, de akkor most már tényleg behúzzuk a rolót, a kétharmad gőz ö, felszáll a gőz fehér, nem fekete, nem szürke, fehér, Úgyhogy... Hétfőn pedig szeretnénk a szemetekbe nézni, és a fületekbe üvölteni, hogy szabad az e cigaretták. És mi utána is nyugodtan fogunk nyugovóra térni, mert azt mondhatjuk magunknak, hogy igen, mi megtettük, amit tőlünk telhető volt, és amit meg tudtunk tenni, az az rajtunk nem múlott. Ti is tegyétek meg ugyanezt, fiúk. Találkozunk hétfőn, ha minden igaz, a Kossuth téren, a metró megálló felüli oldalon, de bármi változás adódna, azt a Facebook eseménynél azonnal publikálni fogjuk. Addig is mécses, hamutartó, készülődés, melegruha, csoki, ropi, forralt bor. Sziasztok! Én még annyival egészre ki videó. Legyetek ott! Sziasztok!